A Tisztató a Tiszató projekt első üteme 2016 áprilisában indult el, a második pedig egy évre rá. A program során a tópartján 40 helyen 120 darab, 1100 literes szelektív hulladékgyűjtőt helyeztek ki. Most azonban más oldalról közelítik meg a szemléletformálást. Az idei 2018-as már januárban megkezdett program elsősorban a fiatalokat szólítja meg. Mint ahogy a tavasz is arra készíti fel a természetet, hogy végre azt az arcát mutassa, miért oly sokan szeretik, és oly sokan rándulnak ki ide a Tiszató mellé. Így nekünk embereknek is arra kell készülnünk, hogy ezt a terhelést, ami óhatatlanul itt megjelent több tízezer, vagy esetleg több százezer látogatókhoz, erre a terhelésre fölkészüljünk, illetve fölkészítsük a környezetünket. A szemléletformálás jegyében egyebek mellett amatőr kisfilmpályázatot hirdetnek. Négy települést érintő tóismereti roadshow-t rendeznek. Májusban ismét tettő alá hozzák a Tiszató napját, és idén először megrendezik a Tómék mezőgazdasági élelmiszeripari kiállítást és vásárt március 23-án és 24-én. Nagyon sok jelentkező van, az összes olyan egyetem, amelyiknek mezőgazdasági és agrárképzése van, előadást tart, bemutatkozik, az összes mezőgazdasági gépgyártó és forgalmazó cég, és hát itt lesznek a minisztériumok részéről, és itt lesz a négy megye, amely határos a Tiszatóval, annak a képviseletében egy hatalmas seregszemlével indítjuk az évet, a kulturális és a turisztikai évet itt a Tiszató környékén. A Tiszafüreden tartott tájékoztatón elhangzott, különösen hangsúlyos az idei esztendő, hiszen 2018-ban 40 éves a Tiszató és 45 éves a Kiskörei vízlépcső.